Blaha Lujzatéri aluljáróban vagyok. Itt jártam a közelbe, gondoltam megnézem, milyen ez az aluljáró. Gyerekkoromban adták át, hát csodaszép volt. Síralmas az állapota. Koszos, büdös, undorító. Hát egyszerűen hogy lehet így elhanyagolni? Ez egy belterületi aluljáró. Mi történt ezzel a várossal? Istenem, komolyan. Összeszok a szívem. Hát a régi kommunisták százszor különbek voltak, mint ez a mostani városvezetés. Hát hogy néz ki? Hogy néz ki? Hát nem találok szavakat. Nem találok szavakat. Kin múlik ez? Kin múlik ezeknek az aluljáróknak az állapota? Pénzkérdés lenne csupán? Hát nem hiszem. Hát ha van 43 tanácsadóra évi 500 millió forint, akkor nem hiszem, hogy ez pénzkérdés lenne. Vagy még több. Hát borzasztó. Borzasztó, mindenütt hiányos, hibás. És ez a bűz, ami itt van. Ahogy kinézünk, az egy barbár állapot. Hát én nem vagyok barbár. De akik így hagyják a várost, azok viszont azok. Kulturálatlan, barbár emberek. Ennyit tudok mondani. Szégyeljék magukat.